Ha emlékeztek, tavasszal nagyon pozitívan csalódtam az egyik növényküldő cégnek a munkájában, vagy legalábbis a minőségében. Ennek ellenére mindig bennem van egy kis tartás attól, hogy az internetről rendeljek növényeket, mert hogy nem tudom, hogy milyen minőségű lesz az a növényanyag, és elképzelhető, hogy kiküldenek egy nagy halom komposztra való cuccot. Viszont most megjött 50 darab levendula ebben a dobozban, és meg kell, hogy mondjam, egyre bátrabban rendelek cuccokat, mert hogy kiváló minőségű anyagról van szó. Igazság szerint én attól tartottam, hogy majd ilyen vékony kis dugványokat fognak küldeni, azoknak egy része is el lesz áradva, aztán ki tudja, hogy mit tudok velük kezdeni. Hát ehhez képest, amint látjátok, ilyen szép nagy példányokat küldtek, egészséges gyökérzettel, egészséges levélzettel, úgyhogy nem nagyon van mitől tartanom. De hogy honnan lehet tudni, hogy egészséges? Hát egyrészt ránéztek egy növényre, és sugárzik belőle. Másrészt, ha gyatra lenne, akkor egyrészt tele lennének fonnyat, hervadó levelekkel, elbarnult, vagy éppen nagyon foltos levelekkel, a gyökerek nem ilyen erőtől duzzadó életteljesek lennének. Vissza is rakom egyébként, hogy minél kevesebb nedvességet párologtassanak. Szóval nem ilyenek lennének a gyökerek, hanem ilyen csofadtak. Szóval ezzel meg vagyok elégedve, most kitisztítottam a kerítés mellett egész hosszan egy területet, oda fogom ezeket végigültetni, 40-valahány ültetőgödre tástam. Amit érdemes tudni a levenduláról, az, hogy egy évelő kultúra, tehát több éven keresztül ugyanott marad a talajban, éppen ezért, amikor előkészítitek a talajt, érdemes eltávolítani az évelő gyomoknak a gyökereit, ne később legyen ezzel probléma, hogy a hasznos kultúra közül nehéz legyen eltávolítani őket. Ez még nem minden az előkészületnél célszerű, azért valahogy a hosszú távú tápanyagellátást is biztosítani, vagy legalábbis amíg a növény még fiatal kis zsenge, addig jusson elegendő tápanyaghoz. Úgyhogy minden ültetőgödörbe komposztot is fogok rakni, nem túl sokat, mert hogy azért elég tömény cuccról van szó, de annyit, hogy amikor majd tavasszal magukhoz térnek ezek a növénykék, akkor legyen lehetőségük táplálkozni. Ahogy a faültetések kapcsán korábban már megbeszéltük, itt is célszerű, hogyha az ültetőgödör nagyobb, jóval nagyobb, mint maga a gyökérzet, ne úgy kelljen beszuszakolni egy kis szűk részre a gyökereket. Beültetem, utána pedig úgy is le kell ereszteni a hordókat télire, úgyhogy azzal a pár száz liter vízzel ezt szépen végig is fogom öntözni, jól beiszapolom, hogy a talaj részecskék oda tudjanak tömörödni a gyökereknek a környékére. Levendulával a szárazság kapcsán nem feltétlenül lesz majd gond. A téli hideg az, amit nem tudom, hogy mennyire fognak elviselni, reméljük nem lesz túl hideg tél, vagy ami még fontosabb, hogy nem lesz egy korai kitavaszodás, ami után jönnek majd durva fagyok, mert az ütne be legjobban a levenduláknak. Na, munkára!